A pirkadat következő vendége Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője. Jó bonyolult neve van ennek a dolognak, de örülök, hogy eljött, és el tudja nekünk mondani azt, hogy ugye a Lukoil cég ukrajnai blokkolása nyomán felmerült az a kérdés, hogy akkor biztonságban van-e a magyarországi olajellátás. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, valóban az elmúlt napokban felélénkült a vita, talán az az aktualitás hozzájárult ehhez, hogy az Európai Bizottság arra hivatkozva, hogy az ukrán döntés nem jelent közvetlen és rövid távú fenyegetést a magyar és a szlovák ellátás biztonságra, nem indította meg az úgynevezett konzultációs fórumot, amire a két ország kérte, és ezért fölélénkült a vita, hogy mit jelent az energiabiztonság, mit jelent az ellátásbiztonság, egyáltalán definiálható-e az egész. Talán a történetet azt érdemes onnan indítani, hogy ennek a vitának egyébként fel sem szabadott volna merülnie. Ugyanis amikor Ukrajna meghozta azt a döntést, hogy szankcionálja a Lukoilt, amely olajvállalat évente körülbelül 2 millió tonna nyersolajat szállít elsősorban Magyarország és Szlovákia irányába a barátság kőolajvezetéken keresztül, ezzel a Százhalombattai finomító igényének körülbelül a harmadát, a pozsonyi finomító igényének több mint 40%-át biztosítja, akkor megsértette az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodásnak egy pontját, amely szó szerint úgy szól, hogy a felek nem korlátozhatják az energiahordozók importját, exportját és tranzitját. Ezzel egyértelműen Ukrajna korlátozta a tranzitot. A társulási megállapodás abban a tekintetben is világosan fogalmaz, hogy mi ilyenkor a teendő, ilyenkor az Európai Bizottságnak egy konzultációs fórumot kell létrehoznia, összehívnia, amelyen a felek elrendezhetik a vitásügyeket. Talán az nem olyan nagy meglepetés, hogy a bizottság ezt nem tette meg, most már hivatalosan sem tette meg, mert erre egyébként csak néhány nap állt volna rendelkezésére, és hosszú hetekig azzal halasztgatta a dolgot, hogy még vizsgálja az ügyet, elemzi a kialakult helyzetet, de már akkor is voltak olyan nyilatkozatok, meg hangok, amelyek azt mondták, hogy azt vizsgálják, hogy milyen mértékben befolyásolja az ellátásbiztonságot, az energiabiztonságot a kérdés. A társulási megállapodás szempontjából ennek semmilyen jelentősége nincs. De hogyha rátérünk az energiabiztonságra, az valóban igaz, hogy a Lukoil szankcionálása nem okoz akut, azonnali ellátás hiányt. De azért abszurd az érvelés, mert a 70-es évek olajválsága óta semmilyen döntés nem okozhat a nyugati országokban akut, azonnali ellátási problémát, mert minden országnak 3 hónapra elegendő tartalékokkal kell rendelkeznie. Magyarországon is ez volt az első olyan védvonal, amit mindenki kommunikált, hogy ne uralkodjon el a pánik, hogy hát itt van 3 hónapra elegendő biztonsági tartalék. És efelett valóban az is igaz, hogy az érintett feleknek rövid távon, hogy hogyan pontosan az nem látszik teljes egészében, de sikerült kezelni a helyzetet, és a szankciós döntés értelmében csak kevéssé esett vissza a barátság kőolajvezetéken szállított nyersolaj mennyisége, de a szereplők jelezték, hogy ezek csak rövid távú megoldások. A múlt héten több olyan nyilatkozat született, amely arra vonatkozott, hogy közel állnak a felek ahhoz, hogy hosszabb távú megoldást is találjanak. Ez alig, hanem egy drágább, bonyolultabb megoldást jelent, de ilyen típusú olajügyleteket gyakran fél évig készítenek elő. Tehát az, hogy a lépés nem veszélyeztette Magyarország energiabiztonságát, az szerintem olyan értelemben nem állja meg a helyét, hogy egy rendkívül nagy volumenű szerződésről van szó, ami rendkívül nagy kihívásokat okoz a feleknek, szűkíti Magyarország és Szlovákia, illetve az egész régiónk ellátási mozgásterét. Ez ugyan nem kifejezetten szakmai kérdés, de azért mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy az Európai Bizottság döntése mögött az állhat-e, hogy Magyarország és az Európai Bizottság nincs igazán jó viszonyban mostanában egymással. Erről az Európai Bizottságot kellene
megkérdezni egészen hitelesen, csak ők tudnák elmondani a szándékaikat. Szerintem sokat mondó, hogy több ukrán képviselő is a nyilatkozatában világossá tette, hogy a Lukoil szankció mögötti elsődleges motiváció a politikai nyomásgyakorlás. Magyarországot és Szlovákiát Ukrajna megpróbálja abba az irányba terelgetni a döntéssel, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert küldhessen az Európai Unió Ukrajnába, és úgy általánosságban mélyebben bevonódjon a háborúba. Amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy visszatekintve nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és Ukrajna között lehetett valamilyen típusú kooperáció a döntéskor. Egyszerűen annyira gyorsan jöttek egymás után a nyilatkozatok, és annyira magabiztosan nyilatkoztak az ukrán képviselők, hogy úgy tűnt, hogy semmilyen lehetőségét, vagy semmilyen esélyét nem látják annak, hogy a bizottság megindítsa ezt a konzultációs fórumot, holott jogilag ez lett volna a helyes döntés. Hát itt az elmúlt hetekben a sajtóban mindenféle magyarázat felmerült az, hogy valójában a bizottságban találhatták ki ezt az egész szankciós lépést, és javasolták az ukránoknak. Felmerült az is, hogy Ukrajna találta ki, de előtte egyeztetett a bizottsággal. Sok magyarázat elképzelhető. Én azt gondolom, hogy sohasem fogjuk megtudni egészen pontosan, hogy mi az igazság, de az egyértelműen látható, és ez már nem csak spekuláció, hogy egy vitás kérdésben, amelyben a jogszabályok, a társulási megállapodás egyértelmű iránymutatást kínálna, az Európai Bizottság jogtalanul két Európai Uniós taggal szemben, egy az Európai Unióba igyekvő, de még nem Európai Uniós tag ország mellé állt demonstratívan, ami szerintem nagyon aggasztó. De a lényeg mégiscsak az szakmai szempontból, hogy az ellátás biztonságban van. A múlt héten a kormányinfónk Gulyás Gergely egy új variációt is felvázolt, amiről aztán azonnal nagy vita kerekedett, hogy ez valóban jó megoldás vagy sem. Most ezzel hogy állunk? Amikor kirobbant az egész probléma, akkor én itt ebben az adásban is azt mondtam, hogy a legjobb megoldás, a legkézenfekvőbb megoldás, mivel egy politikai természetű problémáról van szó, az lenne, hogyha politikai szinten sikerülne megoldani a helyzetet. Úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni. A második szintet a különböző technikai jogi adminisztratív megoldások jelentik, amire Gulyás Gergely utalt, az egy ilyen típusú jogi megoldást jelent, bár még a részleteit nem ismerjük, úgyhogy bizonyos értelemben én a potenciális megoldásról szóló vitát is egy meddővitának tartom, tudnélik, egyelőre nincs az asztalon, hogy pontosan hogyan fog megoldódni a helyzet, és így korlátozottan lehet vitázni arról, hogy ez célra vezető-e vagy sem, de az olvasható a sajtóban, hogy vélhetően a MOL veszi át az orosz-ukrán határnál az olajat, ő válik a tulajdonosává, és úgy szállítja majd ide. Számos kérdést felvet biztosítással kapcsolatban és egyéb ügyekkel kapcsolatban. Vélhetően ez egy drágább konstrukció lesz, egyszerűen azért, mert egy sokkal nehezebb helyzetben kell például a biztosítási szerződéseket megkötni, mint korábban. És én azt sem söpörném le az asztalról, hogy ahogyan a Lukoilt az egyik percre a másikra Ukrajna szankcionálta, milyen biztosíték van arra, hogy nem nyúl újabb és újabb politikai nyomásgyakorlás érdekében bevezetett intézkedésekhez, és nem fogja megpróbálni tovább szűkíteni a közép-európai régió üzemanyagpiaci, gázpiaci mozgásterét. Tehát előbb vagy utóbb a politikai vitát is rendezni kéne. Az, hogy az alternatív jogi megoldás pontosan mit okoz, azt viszont csak a megállapodás ismeretében lehet egyértelműen megállapítani. De ugyanakkor sokan azt mondták, hogy végül is ezek a szerződések a MOL-hoz tartoznak, tehát a MOL-nak kéne ebben az ügyben lépnie, tehát túl a politikai részén, ugye a szakma az hozzátartozik. Igen, annyiban én egy picit árnyaltabban látom, hogy az energiapolitika mióta létezik, mint disziplína, nem függetleníthető a politikától.
és az elmúlt két évben ezt több ízben nagyon intenzíven megtapasztalhattuk. Most is egy olyan helyzet állt elő, hogy persze vannak szerződéses viszonyok, de az ukrán kormány azzal, hogy szankcionálta a Lukoilt, az a bizonyos értelemben a piaci, szakmai szerződéses viszonyokat felrúgta. Tehát ilyen esetben a kormányoknak is célszerű kooperálnia, együttműködnie a saját országukban működő vállalatokkal, és segíteni őket abban, hogy az új, egyébként politika által generált problémákat, helyzetet képesek legyenek megoldani. Én azt látom, hogy a MOL szoros együttműködésben a magyar kormánnyal próbálja a lehető legkisebb költségen, a lehető legkisebb károk mellett kezelni ezt a helyzetet, de azt nem szabad egy percre sem elfelejteni, hogy maga a helyzet a politika miatt alakult ki, nem szakmai természetű a vita. Akkor most még van egy picike időnk, beszéljünk egy picit a benzinárról, ugye, ami az embereket a leginkább érdekli, és amely állandóan hullámzik, most éppen lefelé megy, tehát ezzel mindenki nagyon elégedett, de milyen biztosíték arra, hogy ez nem fog megfordulni holnap, és nem kezd el megint fölfelé menni? Sajnos erre semmilyen biztosíték nincs. Az elmúlt időszakban az üzemanyagárak csökkenése mögötti elsődleges hajtóerőt a nyersolaj világpiaci árának a csökkenése jelentette. Mondjuk, hogyha az elmúlt egy évre visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy tavaly ősszel a közel-keleti konfliktus kirobbanásával, eszkalációjával a geopolitikai kockázatok megemelkedtek. Ez egy növekvő trendet eredményezett egészen idén áprilisig. Áprilisban ez elkezdett csökkenni, az energiaárak. Aztán volt még egy ártüske a nyáron, és most már, vagy egy áremelkedés, egy árhullám, és most már körülbelül egy hónapja újra egy csökkenő tendencia tapasztalható. A Brent típusú nyersolaj hordonként jár olyan 75 és 80 dollár között mozog, míg néhány hónappal ezelőtt volt, hogy csak nem 90 dollárig emelkedett. Általánosságban az látszik, hogy két nagy erő mozgatja a nyersolajárakat. Egyrészt a piaci fundamentumok, a gazdasági aktivitásra vonatkozó várakozások, keresletre vonatkozó várakozások, azok inkább lefelé hajtanák. Most az elmúlt hetekben is egyre lesújtóbb információk érkeztek a nagy keresletet jelentő országok gazdaságára vonatkozóan. Másrészt viszont időről időre felmerülnek olyan geopolitikai problémák, amelyek visszazökkentik az árakat, újra megindítják azokat, mint például a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos ügyek. Most a Huszik úgy tűnik, hogy egy elég nagy olajkatasztrófát idéznek elő. Ukrajna és Oroszország között folyamatosan támadják egymás kritikus infrastruktúráját, és emiatt egyszerűen nem tudnak megnyugodni az árak, úgyhogy válaszolva a kérdésre, sajnos semmilyen biztosíték nincs arra, hogy nem érkeznek újabb aggasztó geopolitikai hírek, amelyek újfent áremelkedést idéznének elő. Igen, hát az a baj, hogy bármilyen szakmai kérdésekről próbálunk beszélgetni, mindig beleütközünk a politikába ezek szerint. Igen, az energiapolitikánál különösen így van, és hát sajnos az elmúlt két évben ez még intenzívebbé vált, egyszerűen nem lehet függetleníteni a kettőt egymástól. Nagyon köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy eljött, és várjuk máskor is. Én köszönöm. Önöknek pedig azt ajánlom, hogy a következő negyed órában figyeljenek kollégámra, M. Kende Péterre, egy korábban éppen tegnap rögzített interjút láthatnak, én pedig majd 8:49-kor a híradó után térek ismét vissza.